Sziasztok, időre ezt után folytatjuk a Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All-t. Tehát most jön a második epizód fináléja. De ez nagyon fájdalmas, ez lesz a legfájdalmasabb per. Június 22, 12 óra 4 perc. Négy bíróság. Vádlott a lobby. Álmasszal. Ez tényleg igaz? Anna nénémről? Attól tartok. Inni magától nem tudta volna ki megölni Dr. B-t. És ezen kívül senki ne más nem lehetette, mint a nagynéni. Ez borzasztó, miért? Miért tenne ilyet a nagynéni? Bizony, ilyen borzalmasnak kell tennem, hogy megvádolni a nagynényét. Minden ezen múlik, Phoenix, right? Miss von Karma. Miért csinálod ezt? Miért akarsz bosszút állni Nicknek? Nicknek semmi köze az apa. Aj, és Figi, ma messze ezen mosolyog, de hogyha nem kell más miatt aggódnak? Mondd, a te szituáció? Lenézni még akkor is, hogyha egy korosztályban vagy. Végeztél már? Sok fájdalmi szenvedést okoztál. Még nem. Az én célom legyőzni téged, és tudatni a világgal legyőzésed. De amíg sikerül, és az nem hozza vissza az apádat. Mindegy. Vezzük be az egészet, és mi tudni fogjuk ki az igazi győztes. De még ha nélkül is nem fog kímélni. Június 22, 12 óra 10 perc, négy bíróság, második tárgyalóterem. Tudom-e bizonyítani, hogy Inimánynél akart motivumot? Talán tudnám. Hát egy valamihez van köze, és ez bizonyára az autóbaleset. Csak ott lehet egyetlen a motivum. Miss Miney, tegyél valamást az autóbalesetedről. Az utolsó évi... Balsed. Ez tavaly volt májusban. Hát nagyon, nagyon rossz dolog történt. Nővérek kórházában. Hogy fáradt volt, amikor vezetett. Hát bizonyára elaludt a vezető mellett. Felébredt egy sok miatt, és körülötte tűz volt. Kinyitotta az ajtót, aztán elmenekült. Hallottunk el színes. A
Vagy ezek csak plegykák? Hát a DNA is bizonyíték, hogy Dr. Gray tényleg eladhatta volna Miss Mining nővérét. Vagyis más úton kell rájönnöm a titokra. Hold it! Én fáradt volt. És kimerült. Hát gyomozás alatt állt bizonyára. Ez borzalmas szituáció volt. Ez nem csodálkozó, hogy megtörtént. Akkor miért nem sejtetek helyet? Hogy miről beszélek? De vezető ülést cserélni. Ha fáradt volt, akkor cserélned kellett volna. Hogy nem volt licenszer erre. Igen, ugye szabad hozzá. Álljunk csak! Hold it! Szóval esetleg történt a dolog. Egy órakor éjszaka történt. Meg kell én dolgozok. Várjunk csak! Ezt el kell olvastam rendesen. Amit a bizonyítékon, hogy szükségem volna az ez. Hold it! És a nővéred mi történt fel? Nem látta. Nagyon fekete volt, tele füste. Nyomasabb volt. Most beszélj a szökésről. Hát nem emlékszik ki. Volt egy interjúja is a balsed után. És elég pontos. Az bizonyára már meg is van. Hát nem tudom. Még egy próbát, aztán majd meglátjuk. Szóval ezért voltál a vezetői mellett. Puhány vagyok vele. Thank you.
Hát nem tudom, de remélem, hogy jól mondom. Objection! Miss Miney. Ez egy gagyi hazugság volt. Hogy érted? Tudom, hogy megvolt a licenzised. És ez a bizonyíték rá. Hogy mit jelentsen ez? Így van. Volt licenzised, de... De ha eset... Valószínűleg nem kapta meg. Biztos a balsét volt a gyerek. Ez a hotti igazgató, mondta. Igen. Eww! Micsoda, nem érdekli! Mikor kaptad meg azt a licenszet? Vagy a jogosítványt? Igen, szóval november végén kapta meg. Tehát más végén történetett az a baleset, tehát fél év van eltelve, mi megkaphatta azt a jogosítványt. Sajnos ez még nem elég. Na, ez kevés. Áú! Hát megint! Tessék, még a csín is, akkor is ezt tesz. Akkor is leostolasz, mit képzel? Hát de jogosítvány nélkül a nővérek nem tudtak volna helyt cserélni. Még hogyha meg lehet volna jogosítványa. Akkor se engedte volna vezetni. Már megint? Hogy miért nem engedélyezte? Több információra szükség. Ilyen idegesítő. Neked. Ez egy közel volt, hogy megszerzi azt a jogosítványt. Hát rajongója volt az autóknak. Érdekes volt számukra. Vagy számára. Hát igen, egy vörös sportautó. Szóval, hogy nem engedte. Ezért ülhetett a vezető mellett. Nem, nincs jobb tapasztalat az autókról, de... Hold it! Egy új autó? Hát a Brit-szigetekből. Ez egy speciális modell volt. Éveket várt, hogy megérkezzen.
Na, itt már egy kicsit hosszabban kell veszni. Hát biztos, hogy ma, igen, ebben van valami gyanús, amikor azt mondta, hogy egy brit kocsi. Ugye, javítsa ki ezt a vallomását. Hát speciális modell volt Angliából. Hát nem tudom, még ezt próbáld meg ezzel. Miért olyan jók a brit kocsik? Drágák. És a vezetői ülés ellenkezője, ami Amerikában van. Nem igaz? Igen. Pontosan erről beszél, hogy aki nem tudná, Angliában a baloldali részen kell vezetni, és a jobboldali ülésen kell ülnie annak, aki vezet. Aki nem tudná, a Mr. Bean megadja erre a választ. Aki nézi a Mr. Bean, azt tudja erre a választ. Várjunk csak, nézzük meg ezt! Igen, kinyitotta a jobb oldali részt. Remélem, hogy helyes választ mondok, hogy ez lesz az. Nem tudom, hogy kell még információ, úgyhogy... OBJECTION! Miss Viney. Emlékszel erre a cikkre? Ez egy cikk a balesetről, és a következőket mondtad. Amikor kinyitottad a jobb oldali ajtót, akkor lépték ki. Így igaz, ugye? Hogy még kérdezem? Hogy a vezető melletti ülés az melyik oldalon van? Ha egy amerikai kocsi lenne, akkor a baloldali ülésen vezetne, de a brit résznél az ellenkezőjében. Szóval egy brit kocsit vezettek. Tehát így a vezető melletti ülés baloldalon van. Most bátlottad. Hogy mit jelent ez? Smiley? Azt mondtad, hogy jobb oldalon szálltál ki. De hogyha ott vezettél, akkor a vezető ülésen voltál.
Csendet! Megint hülyeségek mondok. Egy mini májni vezetett. Ez van az, amit én mondott. Itt, ebben a sztoriban van a kudarcot. Óriási hiba van a... ebben az egész tárgyalásban. Most már lehet tudni azt, hogy a Monty volna eddig miért nem jöttünk rá. Úgy tűnik a gyilkosságokat már sikerült ezzel kideríteni. Egy válasz van az egész mögött. Itt a kérdés a következő. Inni vagy Mimi vezette azt az autót este? Azt mondtam Mimi. Tehát legalábbis csak ő vezethetett. A következő kérdés adódott ezután. Ki az, aki a szemtelmi partban áll? Idiót a kérdés? Na hát látok, ez elég súlyos. A feléje csökkendő. Ez a health bar, csak rossz választ adok. Vagy így csak két életem van. Az igazi neve... Tehát mivel Minimizni vezette az a autót, egy dolog következik ebből. Hogy éled, hogy valában nem is halt meg. Tehát ez azt jelenti, hogy Inimizni halt meg. Vagyis ez okot adott neki, hogy megölje Dr. Grey-t. Mindjárt megtudjátok, hogy miért. Tehát akit le akar... Tehát itt volt a hiba, ezért nem tudtam a Motin Boomra rájönni, mert... Még a nevében is hazudott. Tehát akit le akar buktatni, nem csak a fejbújtól, másik pedig egy sorozatgyilkos, mivel 14 ember tölt meg a kórházban, és egyet... Egyet... Kurend falujában. Úgyhogy... Tényleg! Minimizni. Ez az igaz nyelv. Amikor a filmben mondták, akkor is gyorsan tiltakozott. Hogy magyarázom meg a jelenlétét? Szóval már kiderítettem a kórháznál, hogy a szemtanú óriási égési sérüléseket szenvedett. Szóval újra akarták építeni, és ezáltal képet csinálni. Tehát átalakította magát, hogy úgy nézzen ki, mint Mimi. Ja, és Ini. Amit az orvosok adtak neki, az a kép van itt. Úgy van. Ez a húgának a képe. Hogy mindenek az autóvás ezben? Mindenki ezt gondolta. De nem ez volt az így. Akkor az a test, amit megtaláltak a balesetnél. Tehát Inimizni halt meg voltak éppen. Minimizni pedig elrejtette a saját arcát, hogy senki ne gondolja azt, hogy mindig azt, hogy meghal. Nem igaz, Miss Minimizni?
Az a baleset egy évvel ezelőtt, amikor meg... akkor Inimány halt meg. Tehát mi ellopta az arcát, és ő újjá született Iniként. És mi majd kitörte a létezéséből. Mondott, hogy ha meghalt, akkor senki által nem tud lebukni. Tehát ő... ez az oka annak, hogy minek meg kell törni a Dr. Gray. Hogy mit jelentsen? Dr. Gray mi Mindy szellemét akarta megidézni Mayával. Vagy megidéztetni. Azt hitték, Mindy meghalt. Viszont az idézés nem tudott volna megtörténni. Mert mi voltak éppen, de életben maradt. Tehát akkor bizonyára lebukott volna. Tehát az idézés által lebukott volna. Vagyis, hogyha megakadályozza ezt a rituálit, akkor az a megúszta volna az esetet. Szóval ez volt a szándék, a rituálit megállítani. Minden áron. Te igen, szóval ezért akartam megölni. Igen, szóval itt követte egy hibát Dr. Gray, hogy azt gondolta, hogy Minimai meghalt. Tehát még életben maradt volna, hogyha nem találja ki ezt a hülyeséget. Tehát Minimai ezért vált a gyilkolászásra. Hát nem ölte majd, ha nem találta volna ki azt a idézős dolgot az orvos. Mi volt az elved? Végül elpleződött. Beismeri, hogy Minimány. Tehát ő a sorozat gyilkos, aki 15 embert tölt meg. Ezért biztosan kapna ilyet fogtiglan. Az a doktor azt kapta, amit érdemelt a végén. És közel volt ahhoz, hogy jaj, már új életet kezdjen. Hogy miért? Miért akarta szennyem egy boldon? Erre ez a válasz. Igen, ez a héten kezelési incidens. De hát ő okozta ezt a sok héten kezelést. És néhány hét ezután ő okozta ezt az autóbalesetet, amivel elvesztette a húgát. Ez idézés nem lett volna rosszabb. Tehát 14 páciens halt meg akkor, és a húga is. Ez sok volt neki. Talált egy módot rá, hogy ebből megmeneküljön. A tűzben elvesztett mindent. Abban balesetben. Ez volt az utolsó esélye. Így akart eldobni a múltját, te is egy új életet kezdett. Hihetetlen.
A legvadabb elképzelése. Az a Rory. Ha nem gondolt volna arra az idézi, hogy Mambo Jumbo-ra... Mambo Jumbo! Innivé válni a legborzasztóbb tapasztalat a világon. Utálta azt a... Azt mindig is utálta. Még néhány megoldott, amit maradt hátra. Mit akart bosszút állni rajta? És miért egyszer ebben Morgan Fay abba, hogy segítsen a tervében? De egy dolog kristály tiszta lett. Hogy Maya Fay tényleg ártatlan. Igen. Szóval, hogy... Hogy bizonyára lelepleződött volna akkor, hogyha nem akadályozza meg azt a rituálét, ezért kellett Dr. Grey-nek meghalnia. De Morgan Fay segítségét ezt kérnie, hogy megoldja ezt az ügyet. Csak hogy amikor lövés hangzott el, akkor hibázott igazán. Egy abszurd! Igen. Többé már nem vagy tökéletes. Igen. Végre most már te is tudod mi az, hogy verség. De vigyázzat ezzel, mi nincs vége, mert az igazi fájdalom csak most jön. Hát élvezni fogja a híreket. Mi van vele? Hát most jön, de... És már nem lesz olyan nagy oka. Készítek, mert ez nagyon fog fájni. Au! Au! Most aztán elájult. Hülye picsa. Megérdemelted. Még sok idő kell, míg Mr. White fel kell. Úgyhogy most hozza meg az ítéletet. A Maya Fay nem bűnös. Ez minden. Tárgyalás belkezdve. Június 22. 3 óra 13 perc. Néli bíróságke. Vádlott lobby. Gratulálok, Maya. Tesó. Örülök, hogy látok már. Hogy vagy? És nem öltem meg senkit, ugye? Nem. Az álom volt. Egy rossz álom. Tudod, Dönök. És az álmomban... Megéreztem egy... ismerőséget. Egy dobozban volt, egy ruhás dobozban. Ez úgy van. Valamit még nem értek. Mi történt volna, hogyha még nem lőtte volna le Dr. Fay? Azért tudjuk be, mert adtuk a lövést.
Mi Mindy bizony kitelvette volna kintja az ajtót, ő maga. Akkor bizony tanuljuk volna a bűt, annak a helyszínt. Egy megszállott Maya, aki elkövetett egy gyilkosságot. Gratulál, Maya. Kösz. Most még a másodszor hittem meg Maya fejt, de most ez volt aztán az egy igazi tárgyalás, mert az észre-törnében egy per elég volt ahhoz, hogy megmentsem, de akkor meg magamat kellett aztán megvinni. Viszont nem akarja, hogy ez még egyszer megtörténjen. Jól vagyok, mert segítettél. Amikor valami történik, én mindig elvesztek valakit, aki különleges. Ez a nővérét, aztán meg a nagynényét. Most arra kíváncsi, hogy miért árulta el a saját unokahúgát Morgenfay. Miért segített Miss Minnie-nek a tervében? Ez az, amit nem ért. Miért nem hagyod ennyire? Mert tudni akarja. A kérdés a válasz a következő. Stay down! Pearl! Pearl az oka annak, hogy a nagyin elárulta a saját unokahúgát. Négy év múlva egy új mester született volna a Kurén falujában. És ő lett volna az. És? Ha nem lennél ott, Morgan erre bizonyan gyenge volt. Szóval, igen. Hogy Pearl lett volna az új mester, hogyha nem védtem volna meg. Szóval mindent Pearl így csinált. Szóval úgy lett, ő lett volna a következő mester, tehát ezt akarta elérni. Tehát, hogy is lehet ezt értelmezni bővebben. Szóval Morgenfay mindig is gonosz volt Misty Fay-jel, mivel ő erősebb volt. Milyen Maya Fay korábban meghalt, ezért már csak Maya Fay volt az egyetlen, akit le kell győzni ahhoz, hogy Pearl legyen a következő mester. Már szó, hogy elítélni, vagy pedig megölni. Tehát szóval Morgenfay Fénynek majd csak egy kolonc volt a nyakán. Vagyis mivel ő volt az egyetlen, akit le kell győzni ahhoz, hogy Pearl legyen a következő mester, hát vagy elítéli, vagy megöli. Éppen ezért eléggé gyűlölte. Morgenfay eléggé gyűlölte Mayát, mert nagyon az útjában volt. Tehát ugyanaz a helyzet, mint Szulejmánban, hogy eltávolítani riválisokat az útból, hogy ő legyen a következő szultán. És ezért most bele kell törnie abba, hogy mindenki, hogy Morgenfaynek börtönbe töltenie élete hátralévő részét. Tehát ezzel Morgenfay még Misty Fay-nek is ártott volna, hogyha egyáltalán elérte volna a célját, mert ezzel Misty Fay már Misty Fay ezzel le is győzte volna, hogyha Maya meghal, vagy ellent volna ítélve.
Hát gondolta ezt, szóval ez harc volt, de szerintem ezt Pearl nem tudja. Pearl megúszta azt a sokkot. Na ez az a sok, amit el akarta kelni Pearlnél, hogy megtudja. Tehát most egyelőre nem tudja Pearl, hogy az anyja mennyire gonosz. A büntető centerben, de... Tehát én... Ez az az idő, amikor... Maja nagynénje már... börtönben raboskodik. Szerintem neki van helye a mesteri címhez. Csak hogy... Mivel idősebb volt... Ja igen, idősebb volt, és emiatt akart megszabadulni Majától. Mindent feláldozott Pearlért. Segített annak a nővérnek, hogy gyilkosát elkövethesse. És együttműködni azzal a ostorozó ügyésznővel. Ez a Maja fény. Most türelmes lesz. Az esély az ajándékhoz még vár. Szóval türelmesen fog várni. Ez azért mutatják, mert amikor majd eljön az ideje, megint... Most várni fog egy kicsit, aztán amikor eljön az ideje, vissza fog vágni. Szóval még követelni fog egy visszavágót, de nem a Justice Forról van, hanem a Trials and Tribulations részben. Az ő ideje majd eljön. Vége. Oké, ez volt a második epizód vége, úgyhogy ha tetszett, ne felejtsetek el feliratkozni. Tehát ezt még ebben a hónapban be akartam fejezni, mert most, hogy már megvan a második epizód is, tudhatom, hogy a Best of-on megkerül az Ace Attorney 5. epizódja, a Justice for első-második epizódja. Tehát számoljatok vele, hogy abban majd fogok egy kis részt mutatni, ami a legjobb pillanatnak számít. Mert a Phoenix Wright végigjátszás elég vicces, a sok arc miatt, meg a hülye szavak miatt. A harmadik epizódot majd a következő hónapban. Úgyhogy azt hiszem már mindent elmondtam, úgyhogy sziasztok!